A végéhez közeledik az új esélykomplex fejlesztési program Tatár-Szentgyörgyön. A program keretében készül egy szolgáltató ingatlan, amely az alapvető szükségletekben segíti a helyi hátrányos helyzetű lakosságot. A koronavírus járvány kisé hátráltatja a kivitelezést, azonban a program másik része, a szakképzés sikeresen zárult. A településen kőműves, virágkötő és intézményi takarítói szakmát szerezhettek a jelentkezők. Szehofner József polgármester mutatta be a programot. Ez a program, ez a, ez, ez, ennek a programnak a neve az újfejlesztési tatár György program, amit számos esetben már, megírtak is, illetve kiírtak Magyarországon, tehát nem csak Pest megyére és nem csak erre a településre, hanem más településekre is az országban. Azonban nagyon sok helyen ezt visszaadták, sőt a legtöbb helyen visszaadták. Ez egy nagyon komplex program és nagyon nehéz véghez vinni. Emberekkel kell benne foglalkozni, ezek az emberek nem feltétlenül vannak felkészülve arra, hogy húzamosabb ideig vagy hosszú ideig ugyan monotonon részt vegyenek ebben a, a, ebben a folyamatban. A program elsősorban a szegregátumban élő roma kisebbségnek szólt. A település vezetés felvállalja, hogy náluk létezik az ellentét a roma és nem roma lakosság között, amelyet kezelni kell. Ennek egyik módja a képzettség fejlesztése a hátrányos helyzetű közösség körében. Első lépésként még a program előtt a Baptista Egyház közösség segítségével általános iskolai végzettséget adtak négy főnek. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, igen, ennek, ebben a pályázatban szerepel egy ilyen szó, hogy szegregátum. Egyébként én ennek nem vagyok ellensége, tehát a mai világ ezt, ezt próbálja kivetni magából, hogy szegregátum és hogy különválasztani településészeket, vagy különválasztani közösségeket, de mi szeretjük kimondani Tatárszentgyögyön azt, ami van, és az, ahogy van. Tehát igen, ez olyan település részeket ölel fel főleg a program, ahol a cigány kisebbség él vagy lakik, és igazából nekik is szólt ez a program nagy részt, hiszen a többségük, akiknek nincs meg az általános iskolai végzettsége, vagy nincs, meg, nincs szakmája, az a cigány közösség berkein belül van. De ezt mi kimerjük mondani, és, és ezek az emberek, akik ezt elvégezték és részt a programban, ettől nem óckodtak, hiszen ha nem mondjuk ki a, ezeket a problémákat, nem foglalkozunk vele, eltusoljuk, próbáljuk homályos köddel befödni, azzal nem oldjuk meg, és azzal nem lépünk előre, csak egyszerűen nem beszélünk róla, és olyanná válik egy idő után a, az emberrel, is hiszi, hogy, hogy ez nem is létezik, pedig ott van, jelen van, és megmutatkozik egyébként az élet más területén is, Tatár Szent akár, vagy az országban, vagy más településeken. Tehát mi kimondjuk, és azt mondjuk, hogy igen, van cigány közösségünk, van magyar közösségünk, vannak a magyar közösségnek problémái, cigány közösségnek problémái, és egymással is vannak problémáink. A legfőbb problémának a, a, azt gondolom, hogy hogy a megfelelő kultúra és kulturáltság és tudásnak a birtokában nincsenek bizonyos közösségek vagy emberek, és ennek a többsége, mármint a kép képzettség hiánya, az főleg a, a, a cigány közösség tagjai között jelentkezik. Ezt föl is mértük. Megmértük, hogy kinek nincs meg az általános iskolai végzettsége, hány embernek nincs szakképesítése és esetleg hány embernek nincs érettségé, vagy hány ember szeretné az, hogy ezeket a képesítéseket megszerezze. Sokan vannak, akiknek nincs általános iskolai végzettsége, és nagyon sokan vannak ebből kiindulóan, ugye, következtethetünk, arra, következtethetünk arra, hogy képesítése nincs, vagy szakképesítése sincs. Megkerestük őket, felmértük, megkérdeztük őket, és ennek... Ennek eredményeként tudtuk ezt a programot elindítani ezekkel az indikátorszámokkal, amelyek a felmérés kapcsán előtérbe kerültek, és a, a tudásunk biztos lett. Úgyhogy elindult először is egy, egy, fontos, bocsánat, egy fontos állomása ennek a programnak előtte, még a program elindulása előtt, hogy a Baptista szeretett szolgálata és a Baptista egyháza van egy együttműködésünk itt a településem. Mégpedig az, hogy ővelük már elkezdtük az általános iskolai végzettség megszerzését, és annak elindítását azok között, akiknek ez nincs meg, vagy nem szerezték meg. És ez, ez adott igazából egy, egy ösztönzést számunkra, hogy ezt majd folytassuk egy ilyen program keretében, hiszen a, a szeretett szolgálattal együttműködve négy embernek sikerült általános iskolai képzettséget, tehát a nyolc osztály tanúsító bizonyítványt megszerez, megszerezni, és lehet, hogy ez kevés számnak tűnik, na de ha azt nézzük, hogy, hogy ezek az emberek felnőttek, van egy kialakult életritmusuk, elszoktak már attól, hogy az iskolapadba beüljenek és, és tanuljanak, és erre napi szinten időt áldozzanak, akkor ez igenis nagy teljesítmény ezektől az emberektől, és én nagyon büszke vagyok rájuk arra a négy ember, aki ezt a képesítést megszerezte. Hiszen ezzel lehetőséget teremtett arra, hogy akár gondoljon bele, ha nincs általános iskolai végzettségem, jogosítványom sem lehet. Tehát még mozogni sem tudok úgymond az országban, ha akarom saját magam, is van egy autóm, vagy tudok venni egy autót, nem tudok mozogni, hiszen jogosítványom nincs, mert hogy még általános iskolai végzettségem sincs. Tehát még ezt a lehetőséget, vagy sofőrnek nem mehetek el akár dolgozni, hiszen az is egy munkakör, vagy egy, egy lehetőség lehet arra, hogy megteremtsek magamnak egy, egy önálló egzisztenciát, vagy egy biztos egzisztenciát. Tehát ez a négy ember is nagy dolgot vitt véghez, és én nagyon büszke vagyok rájuk, és ez adott további ösztönzést arra, hogy ez, ennek a programnak a keretén belül elindítsunk további képzéseket. Általános iskolai végzettséget szerző program nem indult, szerettük volna, de nem sikerült elindítanunk, nem mondtunk le erről a tervünkről, tehát a jövőben szeretnénk ezzel foglalkozni komolyabban, de szakmát, adó képesítést el tudtunk indítani. Itt három képesítés indult el, három program, a virágkötői, a köműves és az intézményi takarítói képzések indultak el. És mind a három képesítésben, akik elindultak, nagyon kevés lemorzsolódással kettő fő volt az, aki nem tudta befejezni, de az sem azért, mert nem, nem tudott levizsgázni, vagy rosszul sikerült a vizsgálni, hanem egyszerűen kiszállt közben, és, és hát, kevés volt hozzá akaratban, hogy elvégezze. Mindenki más el tudta végezni, így 20 embernek tudtunk adni virágkötői szakmát, 7 embernek kömüvest, és 18 embernek pedig intézményi takarítói képesítést. A programban részt vett ifjabb Ács Ferenc, a Felső Homokhátság Fejlesztési Egyesület munkatársa. Az Egyesület felelt a program azon részért, hogy a feltételek adottak legyenek a képzésekhez, megfelelő számú jelentkező érkezzen. A projekt két fő elemre épült, ezek, ezek között volt egy infrastruktúrafejlesztés, amely egy közösségi térként szolgálna ahova az emberek el tudnak menni, a tisztaságügyeiket elvégezni, mosni, vizes blokként szolgált tulajdonképpen ez a hely. A projekt 2018 vége felé kezdődött, és amit megelőzött egy megvalósíthatósági tanulmány, és annak alapján építettük fel, vagy írtuk meg a, magát a projekt részét képező elemeket. Van rutin, a Vidékfejlesztő Egyesület már foglalkozott nem ilyen volumenű projekttel, de a Tatárszentgyörgyen is és a környező településeken is végzett már különböző szociometriai felméréseket, kisebb projekteket, amik ilyesmi képzések, ilyesmi, képzések valósultak meg. Az értékelés az ilyen projekteknek szerintem nagyon nehéz, mert ez egy két éves projekt volt, három éves a se együtt, és az idő nagyon kevés, hogy látványos eredményt érjen el az ember. De úgy gondolom, hogy valamilyen sikeresnek bizonyult, nem, nem valamelyest, csak ezek az értékek számokkal jelenleg még nem kimutathatóak. Én úgy gondolom, hogy szükséges a folyamatos, intenzív foglalkozása a szegregátummal. A program egyik nehézségét az adta, hogy folyamatos kapcsolattartást igényelt az emberekkel. Kisebb problémás volt ez, az, az embereknek a beszervezése, és a beszervezésnél még sem volt az emberek megtartása, hiszen az volt a tapasztalatunk, hogy nagyon a élők a jelenben élnek. Tehát, és meglepő volt, nagyon nyitottak voltak minden lehetőségre, de csak is a, csak is a most létezett számukra. Éppen ezért nehéz volt velük megbeszélni időpontokat, nehéz volt betartatni a, azt, hogy reggel kilencre jöjjenek oda például, és akkor maradjanak végig. Ugye az OK-is OK képzéseknél kicsit könnyebb volt a helyzet, mert ott egy bizonyos juttatás is járt nekik, akik elvégezték, pénzjuttatás, így ott volt egy kis motivációs erő, de igyekeztünk kiépíteni egy olyan közösséget, ahol, ahol egy biztos bázisú ember mennyiség kialakul, és akikre lehet számítani, aki az OK-s képzéseken kívül, a különböző egyéb fejlesztő tevékenységeken is. Szehofner József polgármester ugyancsak azt tartotta a legnehezebb feladatnak, hogy ne engedjék el a jelentkezők kezét. Ezen emberekkel foglalkozni szerintem a legnehezebb hivatása, amit csak ember el tud magának képzelni, vagy amit megtapasztalhat egy, egy ember, aki ebben a munkakörben dolgozik. Itt pedig volt 38 ember nem volt könnyű. De, de megtaláltuk azt a módot, megtaláltuk annak a módját, hogy bent tudjuk őket tartani ebben a folyamatban, és végig tudjuk őket kísérni. Ez, azt jelent, ez, nem, a, ez nem azt jelentette, hogy kiadtuk a programot, kiadtuk a menetrendet, és akkor ők ez, ez, szerint, ez szerint csinálták ezt, és részt vettek benne. Időre beérkezni, végigülni, aztán vizsgára felkészülni, és levizsgázni. Ez így nem működött, tisztelt a kivételnek. Volt olyan, aki tisztességesen végigjárta, és végig ott volt ezeken a képzéseken és órákon. A legtöbbnek egyébként fogni kellett a kezét. Erre voltak a szakembereink, és itt szeretném azért elmondani, jó páran szerepeltek ebben, egy pár nevet azért megemlítenék, a, a, akik részt vettek a projektben. Tóth Robert volt ennek az egésznek a szakmai vezetője, Ő, ők mintatárszengyörgyiek. Csergő Zsuzsanna, Tolcita, János János Jánikő, Petrányi 30, Nóri Zsiklapali, ők végig itt voltak, és Márkus Marika, és végigkövették ezeknek az embereknek a, a mindennapjait, és sokszor a kezüket megfogva vitték őket akár a képesítésre, vagy telefonon hívták fel, vagy utána mentek, bevitték. Tehát azért voltak, voltak ennek a programnak ilyen aspektusai is, de, de végig ott voltak, és végig csinálták. De tudtuk, hogy ez így fog működni. Nem fog másként működni, mert felnőttként újra részt venni egy ilyen képzésben, moti kellő motivációt ehhez hozzáadni, ez csak úgy lehetett, hogy személyesen ott lenni az életükben, és sokszor megfogva a kezüket bevinni őket a képzései, és támogatni őket. Tehát ez így működött. Csorba Krisztián sikeres kőműves vizsgát tett. Jelenleg éppen egy szomszédos településen dolgozik, immár szakképzett munkaerőként. Ö, azért szerettem volna, mert ugye ebbe dolgozom, járdákat építek és a kőműves iparban dolgozom, és nagyon szerettem volna, hogyha meg lett volna a szakmám, hogy tovább, tovább feléztem a dolgaimat, hogy cégem legyen, meg stb. A polgármesterünk elintézte azt, hogy úgy jöttek a tanárok, hogy a munka után lehetett ezt elvégezni, úgyhogy Köszönjük is a polgármesternek, hogy ezt el tudta intézni meg a tanulóknak, hogy a délután lehetett elvégezni ezt a tanfolyamot. Egy kicsit nehéz volt, de sok tanulás, állam megérte és sikerült. Négyesre vizsgáztunk. Hogy 37 évesen szakmám lett, meg mindenki, az egész Szentgyörgy. Mert ugye itt a járdaépítés folyik, Tatár-Szentgyörgyön, mi csináltuk az egész járdát. Elég sokat dolgozunk Dabason is, nagyon sok embernek tudok adni munkát. És ugye ez így tökéletes ez a tanfolyam, hogy ezt le tudtuk rakni. Csikászné Völgyi Mária már kész érkezett a virágkötő tanfolyamra. Családi vállalkozását szerette volna bővíteni a szakképesítés megszerzésével. Kaptunk egy lehetőséget a polgármester úrtól, Szapnár Józseftől, hogy van -e egy ilyen lehetőség az olyan emberek számára, akik nem tudtak tovább tanulni. Én tovább tudtam tanulni, de viszont nagyon tetszett, és nekünk van egy családi vállalkozásunk, és ez a virágkötézet, ez nagyon jó volt, hogy lett, volt egy lehetőség, és ezzel tudtunk úgymond belépni a koszorúkötésnek kötésnek a, abba fejezetébe, hogy tudjunk piacozni vele, és ez a virágkötézet ez egy nagy pont volt számunkra, és egy nagy lehetőség. Akkor még állapotos voltam a kislányommal, most született meg már több mint egy éve, akkor éppenséggel a volt, és volt rá idő, igazából. Volt rá idő. Ö, igazából én nagyon szeretek tanulni, szeretem magam fejleszteni, újakat kipróbálni, és hál' Istennek ö, nem szeretném magam fényezni, de sikerült, sikeres vizsgát tettem, és a családom is maximálisan támogatott ebben. Nagyon-nagyon jónak tartottam. Ö, nem állunk valami fényesen anyagilag, és ez számunkra egy pluszpont volt. Tudtuk magunkat ebben úgymond fejleszteni egyrészt, és ennek köszönhetően ugye elkezdtük a koszorúkötést, és abból lett némi pénzünk, hogy elkezdjük a házat csinálni. Építkezés alatt állunk, Jelenleg és így apránként így ebből lett így egy kis pénzünk, hogy, hogy be tudjuk fejezni. Akadtak, akik nem fejezték be a tanfolyamot, sőt, vannak a településen olyanok, akik semmiféle módon nem motiválhatók. Tatár Szent György kialakított egy programot arra, hogy azok részesülhessenek a közösség támogatásából, akik hajlandóak is tenni érte. Van nekünk egy sajátos szociális rendszerünk itt a településen, ez most már jó, hát amióta polgármester vagyok, azóta foltozgatjuk, tisztogatjuk, törölgetjük, javítgatjuk, és kezd, kialakult ki egy olyan, egy olyan követendő példává, amit, amit itt Tatás próbálunk alkalmazni. Kéztől kézik programnak hívjuk, és ez most úgy látszik, úgy néz ki, hogy ez országos szinten is meg fog jelenni egy tanulmányban, ez a program, hiszen felfigyeltek rá, vagy legalábbis érdeklődnek felőle, eltte szociálpedagógia, szociálpolitikai tanszékéről vannak ö, vannak szakemberek, akik figyelik ezt a programot. A lényege az, hogy hogy senkit nem hagyunk, valóban nem hagyunk, ö, sokat hangzik el mostanában tényleg az út szélén, ez itt a társzint, hogy valóban így van. Tehát ez a program egy olyan lehetőséget nyújt mindenki számára, hogy az elképzelései szerint tovább tudjon lépni az életében és előbbre tudjon lépni. Természetesen, amire utal a Ágnes, hogy vannak olyanok, akik, akik lemorzsol, nem lehet velük mit kezdeni. Ezeknek az alapvető dolog, amit nyújtunk, és ettől kézik, és nem hagyunk senkit az útszélén, hogy senki ebben a faluban nem éhezhet. Nem, nem lehet olyan, hogy nem kapja meg a gyógyszer, gyógyszerét, vagy fagyoskodik, vagy nincs tűzifája, Tehát alapvető dolgok, amelyek, amelyek, amelyeket akkor is megkap, hogyha mindentől elzárja magát, és tegyük fel, még a közösségi normákat sem tartja be. A választóvonal ott van, hogy az alapvető szükségleteket, szükségleteket biztosítjuk, azonban onnantól kezdve már nem foglalkozunk vele addig, amíg ő, nem mutat hajlandóságot arra, hogy megváltozott, páli fordulatot vett az élete, és akkor újra vissza tud csatlakozni ebbe a programba, ebbe a kéztőkézik szociális ö, ö, programba, és önként jelentkezik, hogy én újra itt vagyok, megváltoztam, és segítséget kérek. Mert hogy addig segítettük, fogtuk a kezét, és próbáltuk ösztönözni. Akár munkakeresés, állás lehetőség, akár az, hogy megújítsa a házát, akár az, hogy javításokat végezzen el a, a lakó környezetében, akár abban, hogy képesítést szerezzen. Tehát azért a településen vannak olyan, olyan kötelezvények önmagunkra, mint az önkormányzatnak, amiket mi találtunk ki, hogy az aki első nyelvvizsgáját szerzi meg, annak kifizetjük az 50%-át a nyelvvizsgájának. Aki jogosítványt szerez, annak kifizetjük az 50%-át a jogosítvány megszerzésének. Aki diplomát szerez, annak kifizetjük az öt. Tehát ezek itt működnek Tatárszentgyörgyön, és nagyon sok fiatalnak vagy felnőttnek is már 50%-ban megtámogattuk a, jogosítvány megszerzését, a, nyelvvizsga megszerzését, diploma, szakma. Ha valaki felnőttként elmegy és szakmára beiratkozik és megszerzi az érettségét, azt mi finanszírozzuk 50 ban Azért azt gondolom, hogy ez nem kis dolog. Főleg egy ilyen kis településen, ahol 2000-en vagyunk, és hát a költségvetésünk nem éppen milliárdoktól hemzseg de okosan beosztva és jól lobbizva és az ügyet szívügyünként kezelve tudunk előre lépdelni. És ez természetesen vannak olyanok, akik ezt motiváljuk őket, támogatjuk őket, visszaélnek vele, és önmagukat kizárják ebből a rendszerből. De az alapvető szükség akkor is meg kell, hogy kapja. Tehát az attól, attól nem eshet el. Ettől egyedi. Mert szerintem ilyen az országban nincs. A közösségi együttérés szabályait és a szocializáció lépéseit megtanulandó létrehoznak egy szolgáltató házat is, ahol olyan alapvető tevékenységek ellátására lesz lehetőség, mint a mosás, tisztálkodás vagy éppen a főzés elsajátítása. A település vezető szerint nagy hangsúlyt kell fektetni a hátrányos helyzetű gyermekek szocializációjára, hiszen nekik nem elég az intézményi foglalkozás. Hát a településen van, van egy esély-szociális szolgálat, ami már adott nagyon régóta, ez a Szent László utcában található, és igazából ez a Csillag Cserhaj esélyközpont lesz ö, a Vörös-Marti utcában. Ez az úgynevezett szegregátumhoz közel van, és ez tovább olyan lehetőséget biztosít majd itt a, a, a programmal részevők számára is, illetve a szegregátum, szegregátumban élők számára, tehát a cigány közösség, tagjainak számára, ahol mosási, tisztálkodási, főzési lehetőség, de ennek, ezek megtanulása is, tehát a főzni tanulás, a kertészkedni tanulás, Szeretnénk oda egy játszó parkot is kialakítani, hogy a, ott a közben a gyerekekkel tudjanak foglalkozni, illetve ügyintézési lehetőség is lesz, amit, amit természetesen egy erre szakosodott szakember, vagy ezzel foglalkozó szakember fog ellátni. A, amit fontos még megemlítenem, hogy a településen, amikor polgármester lettem 2010-ben, akkor egy idő után egy nagy célkitűzésem volt, illetve az én meglátásom az, hogy azokkal a gyerekekkel, akik hátrányokkal születnek és kezdik el az életet, és ez is igen ki kell mondani, hogy a cigány közösség gyermekei jobban kivannak téve ennek a veszélynek, Azokkal külön kell foglalkozni, nem elég az intézményi foglalkozás, gondolok itt az óvodára vagy az iskolára, hiszen ezek a gyerekek, ha még az óvodában vagy az iskolában meg is kapják a megfelelő nevelést, lehet, hogy amikor hazaér, akkor ez, ez nullára redukálódik, hiszen egy olyan családi közösségbe ér haza, idézőjelben a családi közösség, ahol, ahol viszont teljesen az ellenkezőjét látja, és a teljesen az ellenkezőjével találkozik. Tehát az intézményi jelenléten túl szükség van, egy intézményen kívüli jelenlétre, amit az önkormányzat nem tud biztosítani. Nekünk erre erőforrásunk nincs, és azt gondolom ez nem is feladatunk. Ezt az űrt az, az egyházak tudják betölteni. Én 2012-ben a Katolikus Egyházzal többször felvettem a kapcsolatot, és ugye a településen jelen is van a Katolikus Egyház, hiszen a település katolikus, főként katolikus lakosságból áll, és, és próbáltunk elindítani, közeledni egymás felé, és elindítani valamiféle együttműködést azzal, hogy az én meglátásom szerint be kell menni a családokhoz. Be kell menni a családokhoz, és külön kell foglalkozni a gyerekekkel. Ennek fényében biztos vagyok abban, hogy a településünkön fokozottan részt kell, hogy vegyen az egyház, vagy az egyházak, és ennek, ennek céljaként, hogy elérjük azokat a célkütézéseket, amiket magunknak állítottunk föl, a katolikus egyháza és a baptista szeretett szolgálat a Baptist Egyházzal, én fölvettem a kapcsolatot. Most aktívan, akik részt vesznek abban, hogy az intézményben és az intézményen túl is foglalkozva legyen ezekkel a gyerekekkel és a családokkal, az a baptista szeretett szolgálat és a baptista egyház. A Vig Mikivel és a felesége a Vig Erikával vannak jelen, illetve Kovács Géza úr az, aki a fő mentora ennek a, ennek a történetnek, illetve nagyon fontos elmondanom azt is, hogy Vecsei miniszteri biztos úron keresztül a Máltai szolgálat is bekapcsolódott most már ebbe a programba, hiszen felzálkozó település lettünk, fekete település, és kedvezményezett település vagyunk 2014 óta. Tehát olyan lehetőségek nyílhatnak meg itt az elkövetkezendő időszakban Tatár Szent és lakosai előtt, és a szegregátum lakói előtt, amelyel egy minőségi lépést tehetnek előre az életükben, egy minőségi javulás lehet az életükben, és ebben igenis részt kell vegyünk a családok mindennapi életében, és el kell mondani olyan dolgokat nekik, meg kell mutatni nekik olyan dolgokat, és, és kezelni kell olyan, olyan lehetőséget az életükben, amelyre lehet, hogy egymaguk nem ö, képesek. És nem azért, mert nincsenek meg hozzá a képességeik, hanem azért, mert egyszerűen olyan életkörnyezetben, olyan élethelyzetben vannak, hogy éppen elég ellátniuk azt a feladatot, ami van a nehéz körülményeik között, hogy még emellett arra legyen nekik idejük, vagy, vagy elhivatottságuk, hogy plusz feladatokat, vagy plusz, plusz célokat tűzzenek ki magukra. Ebben szeretnénk segíteni. És ebben a baptista egyház elkötelezett, és nagyon segítőkész. Úgyhogy próbálunk a családok életében is részt venni, és a családok életében is segíteni. Én azt gondolom, ez az egyházak feladata, és a civil szervezetek feladata. Az önkormányzatnak korlátai vannak. nem is, nem is gondolom, hogy nekünk, mint önkormányzat, be kell mennünk bárhova és tanácsokat kell adni.